György Grozával labda mögött, 13. percben járunk, két tagú sorfal, de ebből nyilván beívelés lesz, nem kapura lövés. Grozáv ennek ellenére kapu felé, sőt! Vezet a Kisvárda, Kravcsenkóért hozzá a labdához, ezzel pedig nem tudott mit kezdeni Kosicki. Nem kapura lövés volt ez, hanem a kapu felé, kapu elé tekerte Grozáv, és kitűnően érkezett Kravcsenkó. A meccs elején rögtön vezetést szerez a hazai együttes, és hát debreceni szempontból még mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a szokásos történik, megint egészen korán kap gólt a Loki, íme itt van Kravcsenkó gólja. Nem volt, aki lereagálja a mozgását, Garba és Kinyik között tudott kibújni, és annyira ért a labdához, amennyire kellett.